Sziasztok! És meg volt beszélve, hogy jössz a gyerekekért? Akkor most akadályozzák ők a láthatást is? Valószínűleg. Nem tudom, hogy most mentek-e a gyermekekért a bölcsödébe, meg az óvodába. Elméletileg a kicsi, nekik nem kéne lennie. Összepakolom a ruháikat, a holmiaikat, és megvárom őket. Mennyire gyakori, hogy ilyen családi eseményekhez hívják ki, jönnek-e? Hát közel 20 évet csináljuk már ezt a vagyonvédelmi foglalkozást, és napi rendszerességre hívnak minket személyvédelmi feladatokra is, meg vagyonvédelmi feladatokra is. Nagyon sok az ilyen családi probléma, ami miatt minket hívnak. És miért önöket hívják? Miért nem a rendőrséget? A rendőrség csak akkor megy ki helyszínre, hogyha már megtörténik a esetleges erőszakos altatítás. Jelen esetben viszont addig még ilyen nem történik, csak mi tudjuk megvédeni az általunk védett személyeket. Anyacot próbáltad meg elhozni a gyerekeket. Ez a második eset, amikor már így szerettem volna elhozni őket. Többször látogattam, de ezt még így nem mertem megélni. És miért vannak veled testőrök? Mert félek, hogy újra bántalmazni fog, és nem engedi el a gyerekeimet, és előttük bántalmaz. Most mi a teendő ilyenkor? Megvárjuk őket, vagyis hát várunk még egy kicsit, hát ha elér. Tehát te SMS-be vagy telefonon mit beszéltél meg velük? Én meg tudom mutatni. Amit megbeszéltünk ma délután 3 órát, azt, hogy elhozhatom a gyerekeket magamhoz, áll még? Számíthatok arra, hogy itt leszel? Nem válaszolt rá. Tegnap megígérte. Ma úgy szintén megígérte, ő is megkérdezte. Most telefonálok, hát ha elérem őt. De folyton foglalt. Lehet, hogy letiltott. Nem tudom. Ma ide jöttem, hogy el szeretném vinni, megígérte, hogy elvihetem őket. Megmutatom jó SMS-be, hogy hányszor igen, szóltam neki, hogy jöjjön a gyerekekért, és nem hajlandó kijönni, jó? Szeretném végigmondani, amit elkezdtem. Majd utána elmondott, csak mutatom, jó? Nekem is van ám. Nekem is van ám. Kivel kell törölni az üzeneteket, úgyhogy... De azt gondolom, hogy a rendőr nem erre kíváncsi. Még fel sem hívod őket. Folyamatosan hívva van, hogy jöjjön. Nem tudom, hogy két kisgyereket egy ilyennek kell kitenni. Kérte a rendőrtől, hogy üzenje meg nekem, hogy csak akkor adja oda a gyermekeimet, hogyha megmondom, hogy hova viszem őket. Utána... És ehhez képest most mi történt? Most az történt, hogy rendőr mellett elmagyarázta nekem, hogy csak akkor adja oda a gyermekeimet, hogyha elküldök minden tanút mögülem, és megmondom, hogy hova megyünk, oda megy, oda hozza a gyermekeket, velem együtt, gondolom egy kocsiba szeretne velem utazni, és szombaton is, meg vasárnap is szeretni látni őket. Tehát ez most így. Hát te nem láthattad őket negyedik hete. Nem láthattam negyedik hete, igen. Úgyhogy nem tudok vele kompromisszumot kötni. Rendőri jelentésre készülni, és a gyámhatóságnak egy adatlapot fogunk megküldeni. Ami a rendőrségnek a jogkörébe tartozik, hogy azt megküldje ezt az adatlapot, és a gyámhatóság pedig vizsgálni fogja az általunk leírtakat, hogy megvalósul esetleg a gyermeknél bármilyen jogsértés a gyermek sérelmére. Ugye akár itt a kiskorú veszélyeztetése, és akár bármilyen veszélyeztetettség fennáll. Jó? Köszönöm szépen!